Aj, ennek sose lesz vége. Sziasztok, Spanik, én Kenny vagyok, és a mai nap még mélyebbre merülünk a szarban. Ezen a gyönyörű szép napon olyan neveket hoztam el nektek, amikért más országokban felkelések és háborúk törtek ki, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Az első nevünk Jael. És akkor most ugorjunk fejest a szóviccek savval töltött medencéjében. A te anyukád Jael? Nem, az enyém nagyon elfoglalt. Jesus! Na de várjál, ilyet én még nem basztam, jelentése. Kőszáli kecske. Következő nevünk Kalpavalli. Nem, ilyen nincs, és mégis van. Ezt nem hiszem el, bazd meg, hogy rakjam a kolbászt a füle mögé annak, aki ezt a szart kitalálta. Szerintem ez a név, ez a reneszánsz Olaszországban olyan szerepet tölthetett be, mint nálunk a Pistike és a Móricka. Tanár kiszólítja Kalpavallit a táblához. A gyerek így kommentálja. A picsába már! A tanár feldühödik, és berendeli Kalpavalli anyját, hogy megbeszélje vele a gyerek stílusát. Asszonyom, a fia nagyon csúnyán beszélt az órán. A picsába már, mit mondott az a kurva kölyök? Becézése Kalpi, vagy Valli, de igazából tök nyolc, designer drogot mindenkinek. Krimhilda. Most szeretném, hogyha mélyen magadban néznél csak egyetlen egy másodpercre, és elképzeled azt, hogy egy éves kis totyogós pelenkást így hívsz. Cukiságfaktor zéro! Meg hát szerintem, hogyha felnő, akkor biztos megy Hildelitával mamut fenyőt tüzelni. Többen jeleztétek, srácok, amúgy az előző videókba, hogy egy picit nagyon csúnyán beszélek, úgyhogy most megpróbálok átszellemülni. Ah! Kész! Lakshmi! Jó a pecód! Itt Lakshmi? Ugyanaz a helyzet, mint az előző névnél. Hogy tudnál becézni ilyen névvel egy két éves totyogó kis fikamatyi? Becézése, mint azt már megszokhattuk, nincsen! Még egy gyermek, aki mostoha körülmények közt nő föl. Mi tragédia? És most nem azért a két centiért, de melyik hülye állat találta ki azt, hogy lehessen istenekről embert elnevezni? Én nem vagyok vallásos, félre ne értsetek, semmi bajom nincs a vallással, de Lakshmi a hindu kultúrában a szerencse istennője. Ez olyan, mint hogyha lehetne olyan nevet adni, mint Jézus vagy olyat, vagy Zeus. Képzeld csak el, Lakshmi, Zeus és Jézus, világra szóló haverok, 2018-ban született gyerekek, akik mindenhova együtt mennek. És ez lenne a legjobb filmötlet a vallási konfliktusok feloldásával. Úgyhogy most gyermekeim, feloldom a konfliktust, és kaptok egy áldást a kétnapos intenzív OK és Las Vegas-i paptanfolyam jó voltából. Aki kér még annak az 500? Múzsa! Zsa! Szia! Múzsa vagyok! Nem vagy egy kicsit nagyképű? Elképzelem azt a csávót, aki kitalált ezt a nevet. Szegény pára, ahogy görnyed az asztala fölött. Nem jut eszébe több név. Lehúzza az utolsó korty viszkit és a falhoz vágja az üres poharat. És már azt hiszi, hogy a múzsája elhagyta. És akkor jut eszébe, hogy nem. Következő nevünk, gyerekek, Sulamit. Aj, nem bírom, nem bírom. Tegye fel a kezét, aki ilyen nevet adna a lányának. Földrajzból volt valami hasonló elnevezésű cucc. Ilyen állócsepkő, vagy stalagmit, vagy stalaktit, vagy tudja a faszom, mi volt az. A középiskolai földrajzórákban nem emlékszem túl sokra, de egy dologra arra fixem. Dolgozatot írtunk, és az volt a kérdés, hogy a hegyvölgyi szelet melyik napszakban és miért lehet jól kihasználni. Kenny logika, nappal. Mert akkor látod, hogy hová mész. Max pontot kaptam, és évvégi 4-es. Na de egy picit, az haladt velem a ló. Térjünk vissza. Ez a csodálatos nép. Uzonka. Gyerek az ervit mond az anyja. Mi volt ma az iskolában? Ettél rendesen? Vagy mikor reggel az apuka éppen munkába menet, ül az autóba, az anyuka pedig otthonról felhívja, és közli vele, hogy drágám, itthon hagytad az uzsonnádat? Nem hiszem el, azt beszéltük, hogy ma te viszed a gyereket iskolába. A következő csodálatos nevünk. Ünyige. Ez ilyen kis pocokszerű izé, nem? Vágod, ami kívül így a Kelet-Afrika sivár vidékét, hogy nem jön-e valamilyen ragadozó. Wulfia. Hát Wolf Katinak a fia, nem? Ja, hogy ez lány név? Sorry, megyek és leposom a bokánat. Becézése Wulfi, jelentése pedig nőstény farka. Zeyne. Ezt szerintem már hallottam egyszer, amikor az agymenőkbe klingonul beszéltek, de hogy
Ez mi a mocskos orba szívott téli szalámi? Egy új ünnepi kiadású bosnyák Pokémon? A keresztnév.hu szerint a Zeynep bármilyen meglepő is lehet, egy Z betűvel kezdődő női keresztnév. Egy 100 000 névből álló telefonkönyvben Zeynep utónév 0 alkalommal szerepel benne, ami szintén biztató abból a szempontból, hogy a társadalom mennyire tartja ezt a nevet egy gyöngyből kirakott tevepinának. És végül Zsinett, aki férfiatlan tökéletes. Még akkor is, ha lány! Na, a mai rész, srácok, ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha szeretnétek folytatást, akkor azt írjátok meg kommentben, és jövő héten találkozunk. Hú, de mekkorát köptem. Sziasztok!